Nagyszabású gála műsorral ünnepelte a Magyar Kultúra Napját Pápavárosa január 22-én a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpontban. Az idei rendezvény háromszoros jubileumot köszöntött. Ez volt a város 800 éves évfordulója tiszteletére rendezett programsorozat nyitánya. 25 éve ünnepeljük országszerte a magyar kultúrát, és 20. alkalommal adták át a ProKultúra díszoklevelet a város kulturális életében jelentős szerepet betöltőknek. Az idei esztendőben Somfai Balázs nyugalmazott főlevéltáros és a Schmidt család kapta a rangos elismerést. Kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepi program. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont emeleti előterében berendezett tárlat a 20 éves jubileumát ünneplő ProKultúra díszoklevél díjazottjainak állított emléket. A kiállítást dr. Balogné Uracs Marianna, a Művelődési Központ igazgatója nyitotta meg. Beszédében azt hangsúlyozta, a Magyar Kultúra Napja hosszú ideje az intézmény egyik legfontosabb eseménye. Ekkor a lehetőségünk arra, hogy az értékeknek, szellemi termékeknek gazdag kínálatából kedvünkre válogathassunk és kiemelhessünk, bemutathassunk valamit. Hol színházat, hol táncot, komoly zenei csemegét, vagy akár képzőművészeti kiállítást. Bármely műfaj mellett döntünk is, ünnepé teszi számunkra ezt a januári estét. Az idei esztendőben még kiemelkedőbb a nap, hiszen kerek évfordulója van a ProKultúra díszoklevélnek, így e köré szervezték a Kultúra Napi kiállítást. Az igazgatónő beszédében visszatekintett e városi elismerés történetére. 1994 év végén néhány civil és lelkes képviselő, mert akkor még így hívtak bennünket, úgy döntött, hogy alapít egy elismerést azoknak, akik sokat tesznek azért, hogy Pápa meg tudja őrizni kultúráját, hagyományait, értékeit. Sokan mindezt a munkát a háttérben, a nyilvánosság számára észrevétlenül végzik. Az volt a célunk, hogy az elismerés kapcsán előtérbe kerüljenek, megismerjük munkájukat, eredményeiket. Egyúttal rávilágítsunk arra is, milyen sok elhivatott, lelkes, tehetséges ember járul hozzá, önzetlenül és kreatívan ahhoz a nagyszerű eredményhez, melyet egy város kultúrájának, szellemi kincsének nevezünk. Fontos volt az alapítók számára az is, hogy ez egy civil díj legyen, melyet a kultúrában dolgozó szakemberekből és hiteles, nagy tudású közéleti szereplőkből álló kuratórium ítél oda minden évben. Így hozta létre a Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány és a Jókai Mór Művelődési Központ a ProKultúra díszoklevelet, amelyet 1995-ben ítéltünk először oda. Az alapításnál nekem is volt szerencsém vállásolni, de Veszprémnél Túrcsányi Valéria az intézmény akkori igazgatója nélkül nem jöhetett volna létre ez a szép hagyomány. Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak is, akik hosszú ideje vesznek részt az odaítélésről döntő kuratórium munkájában. Bógi Lászlónak, az alapítvány elnökének, Huszár János és Hegyer László kuratóriumi tagoknak. Ők azok, akik bölcs döntéseikkel biztosítják, hogy az arra érdemesek kapják az elismerést. Így válhatott egyre rangosabbá a ProKultúra díszoklevél. Az elismerést a ProKultúra díszoklevél díjazottjai teszik igazán rangossá, hangsúlyozta dr. Balogné Uracs Marianna. Ha körbenézünk a kiállításon, köztiszteletben álló, a maguk területein kiválóan teljesítő személyeket, szervezeteket láthatunk. Vannak közöttük, akik amatőr művészeti csoportok élén dolgoztak hittel és lelkesedéssel, biztosítva a művészi fejlődés és a közösséget bentartása. Számos együttes közülük országos elismertséget, nemzetközi rangot hívott ki magának teljesítményével, Pápa hírnevét is öregítve. Kórusok karnagyai, modern és néptánc csoportok, képzőművészeti körök, színjátszó csoportok művészeti vezetői kapták, megérdemelten az elismerést. Hosszan sorolhatnánk azokat a helyi alkotókat is, akik esetében az amatőr jelző csak annyit jelent, az illető nem ebből él, de művészi teljesítményű tekintetében nagyon is professzionálisak.
képzőművészek, zenészek, énekesek, költő, versmondó, színjátszó alkotják kiválóságainknak ezt a csoportját. Művészetükkel gyakran örvendeztetnek meg bennünket, megmutatva, hogy az alkotás öröm az alkotó és a közönsége számára megjelent. Büszkén sorolhatjuk díjazottjaink közé azokat a pedagógusokat is, akik diákjaikban sikerrel ültették el a kultúra iránti igényt, az értékek tiszteletét, és gondoskodtak a felnövekvő generáció kultúra alapú szocializációjáról. Sokat tettek azért, hogy Pápa diákvárosként megőrizze és tovább építse régi hírnevét, és olyan tehetséges fiatalokat neveljen, akik szívesen gondolnak vissza iskoláikra és halálra. A Prokultúra díj kuratóriuma mindig is tágan értelmezte a kultúra fogalmát. Elismerték a filatelisták, éremgyűjtők munkáját, a természet szeretetét előtérbe helyezőket, de díjaztak hagyományőrzésben, népi kultúra ápolásában és az idősek szolgálatában kiemelkedően tevékenykedő közösségeket is. Az igazgatónő beszédében köszönetet mondott mecénásaiknak, támogatóiknak és azoknak, akik a háttérben segítik az alkotóközösségek, civilek tevékenységét. Nagyon sokszínű a kép, amit a díjazottak sorra rajzol elénk, mint ahogy nagyon sokszínű és gazdag a város művészeti, közösségi, kulturális élete is. Éppen ezektől a személyektől és szervezetüktől, munkájuktól vált ilyen színessé, és a kuratórium nevében köszönöm minden díjazottnak, hogy hozzájárultak ennek a képnek a kialakításához. A kiállítás megnyitót követő ünnepi gálán ugyancsak a Prokultúra díszoklevél kapta a főszerepet, hiszen a műsorban az elismerés birtokosai léptek fel, sokszínű előadásukat pedig a Vörös Iskola diákjainak keretjátéka fogta össze. Szerintem melyiket rakjuk legfelül? Hát szerintem ezt a feliratot, hát mégiscsak erről van szó, nem? Hát igen, mégiscsak ma van a Magyar Kultúra napja. Felrakod? Á, én nem érem, felrak fel te. Ja, jó. Sziasztok! Tudtátok, hogy csak 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra napját? Mi akkor még nem is éltünk. 25 éve. És azt tudtátok, hogy a himnusz születésnapját ünnepeljük? Ki írta a himnuszt? Kölcsei 1823-ban. És Ergel Ferenc zenésítette meg? Na jó. És azt tudtátok, hogy 1989-ig egyetlen törvény sem kötelezett senki, hogy Kölcsei és Erkel művét nemzeti himnuszként tisztelje? Ez érdekes, nem? Aha. Én ezt biztos nem tudtátok. 1953-ban Kodály Zoltánt is felkérték, hogy írjon egy himnuszt a Magyar Népköztársasághoz illőt, de ő elutasította a felkérést, hogy jobb zenét egy himnusznak nem tudna szerezni ő sem, mint Erkel Ferenc. Rosszabban. Csöndbe legyél már! Készen vannak a színpadon! Kezdhetünk! Fűkön! Pápaváros Bárdos Lajos vegyes karának előadását követően a himnuszt Gosztola István szavalta el, majd Pápaváros himnusza csendült fel a kórus előadásában. Oh,
A gála műsor ünnepi szónoka a szintén prokultúra díjas dr. Kovács Zoltán volt, aki köszöntőjében a nemzeti kultúra megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Ezek kötik össze, tartják egyben és teremtik újjá a közösségeket, a nemzeteket. Gondoljunk arra, ahogy a brazilok táncolnak, ahogy az angolok, az oroszok főzik a teát, ahogy a németek precízen szervezik az életet, vagy ahogy mi magyarok készítjük ételeinket, a bort, és termesztjük a búzát. Ez is mind kultúra, mind nemzeti kultúra. A globalizáció nem sorvaszthatja el a nemzeti értékeket, és ezt egyre többen felismerik hazánkban is, fogalmazott az országgyűlési képviselő. Egyre többen és többen kezdik belátni, hogy mégsem lenne jó az, ha az egész világon mindenütt ugyanazt lehetne vásárolni, hallani és látni. Mégiscsak jobb az úgy, hogy létezik az olasz konyha, vagy éppen a magyar. Mégiscsak jobb, ha táncolhatjuk a lengyel polkát, a magyar csárdást, vagy a bécsi keringőt. És így van ez az élet minden területével, amit az ember művel, akár fizikai, akár szellemi munkával. Be kell tehát látni, hogy a világ kultúrája nem létezhet európai kultúra nélkül, európai kultúra nincs nemzeti kultúrák nélkül, így a magyar kultúra nélkül, és a magyar kultúra sincs kisebb helyi közösségek kulturális élete nélkül. Mi pápaiak rendkívül sok értéket tudhatunk magunkénak, akár az épített környezet, akár a vallási, kulturális, oktatási hagyományok terén. A mi közösségünk pápa első írásos említésének 800. évfordulója alkalmából az idei évre olyan minőségi kínálatot állított össze, amellyel méltóképpen ünnepelhetjük településünk 800 évét, mondta a képviselő, majd arról szólt, a kormány milyen intézkedésekkel támogatta a nemzeti kultúrát. Az elmúlt 4 évben a kormány is sokat tett a magyar kultúra fellendítéséért. Megújult a Zeneakadémia, az Erkel Színház, emlékévet hirdettünk a 150 éve született Gárdonyi Géza és a 100 éve született Vörös Sándor tiszteletére. Aki Pápán és környékén tanulta a betűvetést, ezért is neveztük el róla egy iskolát. Közel 2 milliárd forinttal támogattuk a magyar zenei életet, és jelentős forrás kapott a film alap is. Ennek köszönhetően újra születnek olyan magyar sikerfilmek, amelyek egy hónap alatt akár 100 000 nézőt is vonzanak a hazai mozikban. 2014-ben pedig tovább növekszik a kulturális célú többlettámogatás. Az idei büdzsében, jelentem, az önkormányzati fenntartású zenekarok és énekkarok támogatása 630 millió forinttal nő, növekszik a közgyűjtemények állami támogatása is, mi a kistelepülési könyvtárak 65 millió forintos többletforrásra számíthatnak. 79 millió forint értékben ad a szaktárca filmszakmai támogatást, amely az artfilmeket, mozikat és forgalmazást segítik. Ezek így elmondva csak egyszerű számok, mégis, ha ezek következtében megvalósulnak az események, a rendezvények, mennyi hazai értéktartalmat hordoznak majd. A polgári kormány célul tűzte ki az egyetemes magyar kultúra támogatását a határainkon túl is, hiszen a kultúra közös ügyünk, mindannyiunkban benne él, belőlünk indul el, és mindannyiunkhoz megérkezik. A képviselő a város 800 éves jubileumi szlogenjével zárta gondolatait, kiemelve, hogy a Magyar Kultúra Napi ünnepség a nyitánya e jubileumi esztendőnek. A gálán komoly és vidám műsorszámok követték egymást, ízelítőt adva a helyi néptánc és modern tánc kultúrából, a vers és próza irodalomból és a különböző zenei műfajokból. A prokultúra díjasok mellett gyermekek is színpadra léptek, jelképezve, hogy a helyi kulturális értékek megőrzésében, továbbörökítésében és ápolásában a fiatal generációknak milyen nagy szerepe van. Thank you.
kicsit. Hát, de csak nem tudom, hogy nem alkalmatlan az ember. Dehogy örülök, hogy végre láthattuk egymást. Én is örülök, jó, hogy az ember ugye láthatja a másik embert. Én arra megyek, nem tartunk együtt. Hát szívesen. Aztán merre lakunk? Micsoda? Én! Hát én azt honnan tudja? Azt tudni szokta az ember! Ember? De melyik ember? Hát az emberek! Semmi, csak rálép! Ráléptünk a lába. Kicsoda? Én nem tudom. Nem tudom. De. Hagyomány és megújulás az idősebb és fiatalabb generációk értékőrző tevékenységének, együttműködésének elismerése vezérelte a kuratórium döntését a jubileumi évben is. Hangzott el a gálán a Prokultúra díszoklevelek átadásán. A díjat Veszpréminé Túlcsányi Valéria, a JMSK nyugalmazott igazgatója, és Bódi László, a Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány elnöke adta át Sonfai Balázs nyugalmazott főlevéltárosnak, aki hosszú időn át a maga szerény módján nagy elhivatottsággal végzett értékmegőrző munkájáért részesült a rangos városi elismerésben, valamint a Schmidt családnak, önzetlen, kultúrát támogató, mindenki számára példaértékű tevékenységéért. A Magyar Kultúra Napi Ünnepség Pintér Tibor színművész műsorával zárult. Az egykori pápai diák előadásában klasszikus és könnyű zenei dallamok is felcsendültek, ezzel is jelképezve nem csak a magyar zene, hanem az egész magyar kultúra sokszínűségét. Részekre szakítható-e Krisztus? Ez volt az alapigéje, alapkérdése az idei egyetemes imahétnek, melynek liturgiáját ezúttal a kanadai keresztények állították össze. A pápaiak január 20-a és 25-e közt imádkoztak a részekre szakadt egyház egységéért. Az ökumenikus imahét pápai alkalmainak története 1987-re nyúlik vissza. Varga György evangélikus esperes szervezte meg először. 87. januárjában volt az első imahét, ökumenikus imahét, akkor még 14 pap ült az oltár előtt.
ugye a katolikusok, azok sokan voltak akkor, még nagyon sokan, nyugdíjasok is, a reformátusok meg evangélikusok, tehát azzal indult, és valóban csodálatos volt, amire egy alkalommal már utaltam is, hogy az valóban a csúcsa volt mindennek. Úgyhogy pedig előző nap még egyrészt nagy hóesés volt, úgyhogy itt csak egymás után lehetett a templomba is bejönni, de zsúfolásig tele volt a templom, még fönt a karzaton is. Úgyhogy csodálatos. És ami ezt megelőzte, ugye, hogyan együtt voltunk a papok mindegyik felekezetből, és ugye megbeszéltük, és megmondom őszintén, akkor még aggódva gondoltunk arra, vajon mi lesz? Mennyire jönnek el más gyülekezetnek a templomába? És akkor aztán az Úristen csodát tett, hogy ilyen tele templomba, és utána minden este, minden templomba ugyancsak tele voltak a hívekkel. Tehát ez volt akkor az ökumenikus imahétnek a kezdete, és hát nagy örömmel és szeretettel gondolunk erre vissza. Katolikus plébánosok, baptista, református és evangélikus lelkipásztorok szolgáltak az alkalmakon. Salgó Ferenc, Polgárdi Sándor, Márkus Mihály, Mail József, Szijjártó László és Bonc Zoltán hirdettek igét. A hívek ellátogattak egymás templomaiba. Ezzel mintegy már választ is adtak a vezérigére, mely egy kérdés. Részekre szakítható-e Krisztus? Ugye hát a történelem tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy mi emberek részekre szakítottuk, nem is kevés részre, de azért dolgozunk, hogy ha nem is a közeljövőben, de reményénk szerint egyszer valóban megvalósul az, amit Jézus kért az utolsó vacsorán, hogy Atyám, akik azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok valóban egyek legyenek. Az ökumenikus ima héten rá irányul a hangsúly és a fény arra, hogy most miként tudnak imádkozni azok a keresztények, akik Krisztusban hisznek, mert mindnyájan abban a názáretiben hiszünk, aki meghalt érettünk a Golgotán, és a ma embere számára akarjuk elmondani, hogy valóban az a Krisztus, aki közénk jött, az Istent mutatta meg, hogy kérdéseinkre választ adjon. Az utolsó alkalom az evangélikus templomban volt szombaton. A pápai felekezetek közt példaértékű az együttműködés, mondta Polgárdi Sándor esperes, hisz nagyon sok közös programot szerveznek. Azt gondolom, hogy Pápavárosa ilyen szempontból több aspektusból is lehet példákat hozni, ha csak arra gondolunk, hogy a Biblia éve kapcsán 2008-ban milyen közös összefogás volt, vagy már évről évre szinte hagyománnyá válik, úgy, ahogy az idei esztendőben is az ökumenikus nap, vagy éppen gondolhatunk arra, hogy a lelkipásztorok havonta egy alkalommal összeülnek pár órára beszélgetni közös ügyeinkről, de nem utolsó sorban a médiát emlegetjük, ahol van alkalmunk és lehetőségünk akár egy-egy gondolat, teológiai gondolat kifejtésére és közös elmélkedés áhítatra. Azt gondolom, hogy Pápavárosában ez egy különleges lehetőség, amikor a tavalyi esztendőben elindult az úgynevezett állami általános iskolákban az első és ötödik osztályosok számára az hit és erkölcstan oktatása, akkor a megyében szinte példaértékű, hogy a történelmi felekezetek ugyanúgy, a hit gyülekezete is együtt összetudott úgy fogni, hogy egy-egy napra tudta az oktatási intézményeket úgy szorítani, a klik vezetése mindezt támogatta, hogy ne szétszórtan, hanem egy-egy nap, egy-egy általános iskolában vagyunk. Természetesen jövőre vagy az követő évben ez már másfél-két napot vesz igény, de ez mind azt mutatja, hogy van igény a közös együttes munkára, hogy a reánk bízottakat pásztoroljuk. Az imahét hagyományai közé tartozik, hogy a persai adományokat minden évben más-más gyülekezet kapja. Idén a Pápai Evangélikus Egyház Község diakóniai alapja rászoruló kisgyermekeknek vásárolnak majd ebből ajándékot. Hisszük azt, hogy mindenkinek, minden rászorulónak szüksége van arra az ajándékra. Egyrészt, amelyet ma kézzel foghatóan sokszor gyermekek nagyon örülnek, mert megtapasztalhatják, de számunkra arról az ajándékról, amiről most prédikálunk, beszélünk, az a hit. És a hit emberei ilyen tekintetben valamit szeretnének összeadni, és köszönjük azokat az adományokat, amelyeket a perselyekbe helyeztek a híveknek. Az ökumenikus imahét alkalmain közel 120 ezer forintnyi adomány gyűlt össze. Olá.
olasz, venezuelai, török és tájföldi fiatalok ismerkedtek a korcsolyázás örömeivel a múlt hétvégén a főtéren. A négy fiatal az EFS, a világ egyik legnagyobb és legrégibb diákcsere szervezetének köszönhetően tanul ebben a tanévben Pápán. 5 hónappal ezelőtt érkeztek, és már nagyon jól beszélnek magyarul. Az EFS többet ad, mint egy felejthetetlen tanév. Kihagyhatatlan lehetőség azok számára, akik kíváncsiak más nemzetek kultúrájára, szeretnének új embereket és új nyelvet megismerni, mindezt szerető fogadó családoknál. A motto mindezt híven tükrözi. Egy tányér, egy ágy és sok-sok szeretet, tehát ez a fogadásnak a mottoja. Családok fogadhatnak cserediákokat 10 hónap időtartamra, egy teljes tanévre, és hát ez alatt a 10 hónap alatt rengeteg sok minden történik, megismerik egymást, és egy életre szóló kötelék alakul ki a család és a gyermek között. Pápán jelenleg 4 diák van, egy szicíliai és egy venezuelai fiú, egy török és egy tájföldi lány. Évekkel ezelőtt már volt egy aktív önkéntesünk itt Pápán, úgyhogy volt néhány diák, de most tavalyi év óta, tehát tavaly 3 tájdiák volt Pápán, az idén pedig 4 vannak, és a Tűr és a Református gimnáziumokba járnak. Milyen nyelven tanulnak? Csak magyar nyelven tanulnak, tehát az EFS biztosít nekik magyar oktatást az önkéntesek által, illetve az iskolában ugye megtanulnak azért magyarul az osztálytársaktól, és most 5 hónapja vannak itt, és most már mindenki szinte folyamatosan beszél magyarul, és erre nagyon büszkék vagyunk. Milyen pluszt jelent ez egy családnak? Én azért vállaltam, mert én nagyon kíváncsi voltam a különböző kultúrákra, ugye tavaly egy táj kislányt fogadtam, az idén Mateót, az olasz fiút. Hát nagyon megszerettem mindkettőjüket. A családunkban ez annyit jelent, hogy egy szobát biztosítunk neki, illetve a családi étkezésekkor ők is részt vesznek az étkezésen, illetve hát ugye amennyi energiát használnak a családban, ezt állja a család. Egyébként az EFS az iskolai étkeztetést, illetve az iskolába járás költségét fizeti, illetve egy teljes éven keresztül egészségügyi biztosítást vállal, és mindenféle ügyintézést, a repülő utaztatást is az EFS fizeti. Miért épp Magyarországot választottad? Nagyon jó. Szerintem a magyarok nagyon kedves, magyar lányok nagyon szép, és a Magyarország nagyon szerettek lenni Magyarországon, igen, és nagyon örülök, hogy Magyarországon vagyok. Mi tetszik itt neked nagyon? Az ételek, az emberek, az iskola, a zene? A zene nagyon jó, mert hegedülök, és az emberek nagyon-nagyon-nagyon kedves van, igen. Mindenkinek nagyon szeretem. Aha. Nehéz a magyar nyelv? Nagyon. Igen. Igen. Én minden nap tanulok, írok minden, de kell, nem tudom, minden nap több, és napról napra jobb megy a magyar, igen. Hát 5 hónapja vagy itt, ugye? 5 hónapja, igen. 5 hónapja vagyok itt, igen. Venezuelából jöttem. De hát nagyon-nagyon jól beszélsz magyarul. Köszönöm szépen. Az, mert minden nap tanulok. Igen. Korcsolyáztál-e már? Csak egyszer, Pápán, és jó volt. Igen. Nem profi vagyok, de ugye, szerintem. Igen. Na, szeretem korcsolyázni, és az első volt nagyon vicces volt, igen. Itt nagyon hideg van, mert én Szicíliából jöttem, és nekem ez túl hideg. Nem tudok itt lenni hidegben, de jó, nagyon szeretem a hó, mert nincs Szicíliában. Korcsolyáztál már? Igen, csak egyszer,
voltam Fehérváron, egykor szójáztam, de nem tudok. Nagyon rossz voltam. De... Hát, ha most jobb lesz. Remélem. Egy kicsit mesélj a családodról, a fogadó családodról, akiknél itt vagy. Nagyon szeretem. Mi lakunk Nájtevelen, ez a kis falu. De van egy erdő, és egy tó, és nagyon szeretem ott sétálni, és a családommal sétálni. És otthon nagyon jó, nagyon jó. Most csak magyarul beszélünk, és kicsit nehézebb, de nagyon szeretem. Mi a kedvenc ételed? Magyar étel. Az nehéz kérdés. Szerintem gulyás nagyon finom, és a burgonya, nem tudom a neve. In italiano? Non lo so, è un patate, salame, formaggio. Rakott krumpli. Az nagyon szeretem. Szerintem az a kedvencem. Miért jó cserediáknak lenni? Mert excitante, nem tudom magyarul. Izgalmas. Nagyon izgalmas. És I feel free. Mi sento libero. Szabad. Nagyon. Hogy tetszik a korcsolyázás? Jaj, nagyon tetszik, de nem tudok, és nagyon fejlek. Nehéz a magyar nyelv? Igen, nagyon nehéz szerintem. Miért? Nem tudok, csak nagyon nehéz. Van-e olyan szó, ami nagyon tetszik? Magyar szó. Magyar szó. Mosogatógép. A körzet elnök elmondta, hogy várják fogadó családok segítők jelentkezését, akik az EFS-en keresztül szeretnének külföldön tanulni. Második alkalommal várta jótékonysági gála műsor az állatszerető, művészetkedvelő közönséget a Szanogenezis Alapítvány második esély állatmentő csoportja szervezésében. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont színháztermében tartott kulturális esten a helyi művészeti élet ismert előadói, egyesületei, csoportjai léptek színpadra. A gála műsor teljes bevételét az állatmentő csoport javára ajánlották fel. A bölcsök végen őrzik igár, ez végtelen nagy gazdagság. Tud és akar látni fényét varázsát. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az mit ölemel. Várnak rád új és új csodák. Az élet szép, az élet mind. Létezhet a földön ember, a lánc mi egybe köt, nem múlhat szét. Lesz ó, lélektől léletig, lesz kinek megtanítsd világok titkait. Az élet szép, az élet minden, mondhatják, hogy semmi nincsen, a legnagyobb kincs örökké. Piller Károly és a Szanakusztik, Ekanem Bálint és a Speak Up, Király Mónika, Lengyel Andrea Zászlós, a Black Bunny Rock and Roll Club, a Balance Hip Hop Stúdió, a Szanogenezis Alapítvány táncosai, Orgona László és tanítványai, az Iris Orientális Tánc Csoport.
csak néhány a második esély jótékonysági gálaműsor fellépői közül. Az ismert művészeti csoportok, előadók és művészek örömmel álltak egy jó ügy mellé. Ezúttal a gazdátlan állatok megsegítésére fogtak össze Piller Károly az est főszervezője vezetésével. Mi szívesen fellépünk jótékonysági műsorokon, gálákon, ez is egy ilyen lesz. Nagyon szeretem az állatokat, sajnos most nincsen házi kedvencem, nem tudom megengedni ugye a koliból magamnak Pesten, de a többieknek, szinte mindenkinek van, úgyhogy nagyon szeretjük az állatokat, főleg a kutyákat. A jótékonyság egyébként meg nem áll messze a zenekartól sem, és tőled sem. Nemrég ősszel volt az utolsó ilyen jótékonysági est, akkor csak én mentem, de igazából, hogyha azt mondják, hogy jövő hónapban is lenne egy valamilyen szinten hasonló jótékonysági gála vagy műsor, akkor azon is szívesen részt vennék. Most mivel töltitek az időt, hogyan készültök, mire készültök, és mik a feladatok, tervek? Eléggé szét vagyunk szórva, mert most nekem is nagyon sok a meló a színházba, akkor itt a srácoknak is azért akad melójuk itt-ott, de próbálunk azért próbálgatni és koncerteket szervezni. A következő koncert az szintén itt lesz valószínűleg a JMK-ba. Ez egy ilyen fiataloknak szervezett buli lesz állítólag. Pontos részleteket az a baj, még nem közöltek velem, úgyhogy nem tudok többet mondani. Aztán március 16-án fogunk fellépni a sportcsarnokba, a Coco Gym gálán. Ezt követően meg egy pesti koncertünk lesz. Csak hallott vissza semmi, nincs meg köztünk a híd, sejtettél utoljárt. Itt vége, már nincs tovább, lelítem érzem, ennél több jár. A második esély állatmentő csoport célja, hogy védenceik, az utcáról befogott kutyák és cicák tisztességes körülmények közé kerüljenek, meggyógyuljanak, ivartalanítva, csippelve találják meg új otthonukat. Ehhez azonban nem kevés anyagi forrásra van szükség. Murai Lajosné elmondta, sok esetben beteg, sérült állatokon segítenek, jelenleg 14 kutya és 17 macska várja új gazdáját az állatmentő csoport menhelyén. Rengeteg gyógyításra váró állatunk van. Most például mentettünk egy kis kutyát Lovászpatonáról, Győrbe műtötték, tegnap kaptuk meg, 48 ezer forint volt csak a műtét, plusz az elvitel, fémet építettek a combjába be, úgyhogy 3 hónap múlva kell kivenni, kontrollokra hordani, szóval nagyon kemény. Lakossági bejelentések alapján szoktunk reagálni. Például a kiskutya Lovászpatonáról érkezett, ez a nagyon beteg kutya, akkor nemeszalokról mentettünk cicákat, albérlők ott hagyták, úgyhogy betegsérült állatokon segítünk általában. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének.
És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntötte össze. És jött a második szél, és azt sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem szépen mindegyik kikerült az oszlopot, amely hittel épült. Nagyon örülünk, hogy be vannak csipelve az állatok, mert borzasztó sok bejelentés van, és akkor van, kaptunk csipleolvasót, egy német hölgy, aki támogatja az egyesületet, ő vett nekünk csipleolvasót, úgyhogy ezáltal leolvassuk, és a gazdát megtaláljuk. Úgyhogy most a közelmúltban is volt legalább 5 eset, amikor visszakerült a gazdájához, úgyhogy nagyon jó dolog. Mire fogják fordítani az összeget? Orvosoknak adjuk, állatorvosoknak. Ugye most ez a műtét 48 ezer forint, úgyhogy meg ivartalanítások lesznek non-stopba, úgyhogy állandóan. A legnagyobb költségünk az orvosi költség. Gyökerek nélkül nincs múlt, és így jövő sem, vallja Sziránszky József Regős, aki a Jókai Mór Városi Könyvtárban tartott zenés előadást a magyar, az avar, a hun és a szkíta szokásokról, hitvilágról. Az énekmondó a Hagyományok Hegye Egyesület meghívására érkezett pápára. 5 éve alakult meg a Hagyományok Hegye Egyesület, és az évforduló kapcsán több rendezvény is szerepel a programtervben, mondta Tóth Kálmán elnök. Nyitó alkalom Sziránszky József zenés előadása volt. A Regős énekmondó már több alkalommal is járt a Hagyományok hegyén, most pedig az olvasóteremben tartott vetített képes előadást, dalokkal, táltos dobolással egybekötve. Gyerekkorom óta én ilyen különleges életet éltem, hogy az erdő és a természet visszavonulása, és valahogy a természetből jött ez ki, és egyszer csak találkoztam az ősi magyar kultúrával, ami azt mondom, hogy ez az enyém, ez az én, ez az, amin belőlem még hiányzott, és így a táltos dob megszólított, és így kezdtem ezzel foglalkozni. Volt egy adott pillanat, vagy ez egy hosszabb folyamat volt? Hát minden egyes életszakasznak volt egy pillanata, amikor úgy bizonyos helyzetekre egy rávilágított, például a természet szeretete, vagy a természet közelsége, amikor abból láttam meg a valóságot, az igazi életet. Aztán egy másik pillanat, amikor a dob megrezdült a kezembe, és akkor azt mondom, hogy igen, ez még hiányzott belőlem. Tehát ilyen lépcsőzetes, egy hosszú folyamat. De akkor megvan ennek a maga filozófiája. Igen. Igen, megvan, és nem is esik messze a keleti filozófiáktól, mint például a buddhizmus vagy taoizmus. Nagyon közel áll hozzá egyébként. Néhány párhuzamot hallhatnánk? Hát maga a... Érdekes módon, hogy maga a lélek fejlődése itt a lényeg, és ezt mondják a keleti hitvilágban is, hogy azért születünk le a Földről, hogy a lelkünk minél jobbá, szebbé tétele
szebbétételihez hozzájáruljunk ebben az életünkben, és azt hiszem, hogy itt tudunk hozzájárulni, hogyha különböző lelki gyakorlatokat végzünk, és persze nem felejtjük el azt, hogy kik vagyunk, és honnan jöttünk, és kik az eleink, és milyen örökséget hagytak ránk. A zene is segíthet ebben? A zene a legnagyobb segítség ebben, az egy nagyon nagy léleknyitó a zene. A zenével össze lehet kapcsolni az égi világot a lélekkel, mondhatnánk azt, hogy a zene a híd ehhez az egészhez. Egyszer volt, hol nem volt, még a világ kezdete előtt, akkor nem volt sem föld, sem ég, sem éjjel, sem nappal, csak a nagy kék tenger. Ebből a nagy kék tengerből kinőtt egy csodálatos fa. Ez olyan csodálatos volt, hogy elérte a világ tetejét, és ott született meg a nap, meg a hold. Ennek a fának volt 7 ága. Mind a 7 ágán lakott valaki, vagy valami. Első ágán óriások laktak. Második ágán tündérek. Harmadik ágán szellemeknek vára állott. Negyedik ágán hősöknek jurtája. Ötödik ágán pásztortüzek égtek, s javasok, gyógyítók, tudók, regüsök énekeltek gyógyítók. Miről szólnak ezek a dalok? Két vonulaton mozog ez a dolog. Az első vonulat, mivel regős énekmondónak nevezem magam, így azokról az ősökről és hősökről megemlékezve, megénekelve, akikről már nem nagyon beszélünk, vagy beszélünk, csak éppen nem jut eszünkbe minden nap foglalkozni velük. A másik vonulat pedig maga a lélek megnyitásáról szól, a képzeletbeli utazásokról, a révülésekről és különböző belső kapuk megnyitásáról. Van kedvenc vonulata? Nincs, mind a kettőt nagyon szeretem, sőt egybe is szoktam egy kicsit úgy olvasztani, mert szervesen összetartozik a kettő. Van-e realitás a mai világunkban a régi világ orvoslásának? Könnyű vagy nehéz feladat részt vállalnunk saját életünk jobbra fordításában? Milyen természeti törvények betartása mellett tarthatjuk meg testünk és lelkünk egészségét? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kereste a választ előadásában Pór Balázs, hagyományos kínai belgyógyász. A Csolnoki Ferenc megyei kórház diabetológiai és anyagcsere centruma életmód szakrendelésének vezetője, az Edvimanon fogadó Értékeink élőben című előadás sorozatának vendége volt. Léteznek-e olyan természeti törvények és gyakorlatok, melyek betartása mellett jobbá tehetjük életünket? Tette fel a kérdést Pór Balázs.
A hagyományos kínai belgyógyász 20 éve foglalkozik a kínai orvoslás gyakorlataival. Gyerekkorom óta foglalkozom vele, mert nagyon komoly betegségeim voltak, és gyerekkoromban azt találta mondani egy orvos, amikor nem tudták megmondani, miről van szó, hogy nézzek körül Kínába. Mivel nem volt semmi más lehetőség, erre tettem az életemet, elkezdtem keresni, és már felnőttként kerültem be a kínai orvosi iskolára, de addig én eltöltöttem már több mint 10 évet ennek a tanulmányozásával, keresésével, egész egyszerűen azért, mert nem volt más választásom. Amikor bekerültem, ott már hivatalos módon orvosok irányítása mellett tanultam, de azt szoktam mondani, hogy én igazából abból élek, amit 10 éves koromban megértettem. Egész egyszerűen az volt a lényege, hogy nekem azt mondta egy európai orvos, hogy meg tudok gyógyulni magamtól is. És elkezdtem keresni azokat a dolgokat, akár természeti törvényeket, amiknek a megszegésével kerültem olyan állapotba. Amit én gyakorlok és képviselek, az belgyógyászat kategóriába tartozik. És ugye a kínai orvoslásnak több része van. Itt Európában ugye az akupunktúrában azonosítjuk. Na most, ha elmegyünk Kínába, nem ezzel találkozunk elsősorban, illetőleg a régi módban megint egy más variáció élt. Én azt akarom gyakorolni, ami eredetileg volt, tehát egy összetett rendszer, aminek az elemei, mozgás, gyakorlatok, légzés gyakorlatok, gyógynövényes terápia az akupunktúra, és egy nagyon most már elfeledett tudomány, a táplálkozás terápia. Pór Balázs az anyagcsere problémákat választotta szakterületéül. Úgy véli, a táplálkozás terápia feledésbe merült, pedig ezzel segíthetünk a legtöbbet, de árthatunk is szervezetünknek. Én nem tudok gyógyítani semmit sem. Tehát ezt az elején szeretném leszögezni, hogy semmilyen gyógyítás ilyen formában nem vagyok képes, mert tehát a kínai orvoslásnak az egyik lényege az, hogy az orvos megvizsgálja a páciensét, és ellentétben az európai diagnózis felállítással, ami kettő nem üti egymást, csak maga a terápia más. Tehát amikor én megvizsgálok valakit, akkor úgy mondja a kínai, hogy felállítok egy diszharmónia térképet. Na most ez azért érdekes, mert ez azt jelenti, hogy különböző természeti törvények alapján gondolkodnék, hol sértette meg a törvényt. Én felállítom ezt a térképet, ez tulajdonképpen egy ítélet. Megsértettem a törvényt, de ugyanakkor azonnal a kezébe adom a kegyelmet is a hozzám fordulónak, és ezzel a térképpel elindulhat egy megváltozott élet felé. Ezért nem tudom azt mondani, hogy bárkit meg tudok ilyen módon gyógyítani. Szerintem elég nagy szó is lenne fellengzős, ugyanis akkor tudnék valakit meggyógyítani, hogyha bele tudnék bújni az ő bőrébe. Pór Balázs szerint ugyanis a problémák abból adódnak, hogy megszegünk természeti törvényeket. Ha visszaállítjuk a harmóniát, változtatunk, akkor elindulhatunk a gyógyulás útján. A mozgásszervi betegségtől elkezdve a klasszikus anyagcsere betegségeken át, a diabétesztől, az érrendszeri betegségektől elkezdve gyakorlatilag, ami nem traumás beavatkozás, tehát sebészeti beavatkozást, az gyakorlatilag kezelni lehet ezekkel a kérdésekkel. Ugye a mozgásszervi problémák mozgással, masszázsal, különböző beavatkozásokkal, anyagcsere betegségek az anyagcserével történő, tehát itt a jól megválasztott étrendek széles skálájával állunk szembe, és ugye itt az a jó az egészben, hogy egy több ezer éves tapasztalaton alapuló rendszerről van szó, a egyszerű diétáktól egészen a bonyolult diétákig létező rendszer. A belgyógyász elmondta, a Veszprémi Kórházban 5 éve kombinálják ezeket a módszereket a hagyományos európai orvostudománnyal. Pór Balázs életmódszakrendelése a belgyógyászat részeként működik. A szakember hangsúlyozta, együttműködve a szakorvosokkal rendkívül jó eredményeket érnek el.
könyvtár használati házi versenyt tartottak a közelmúltban a Petőfi Sándor gimnáziumban. A megmérettetésen legjobban teljesítő tanulók fogják képviselni az iskolát a megyei fordulóban. A versenyen változatos feladatokat kellett a gimnazistáknak megoldaniuk, kerestek információkat kézikönyvekben és internetes adatbázisokban, értelmeztek katalógus cédulát és készítettek bibliográfiát is. A Petőfi Sándor gimnázium már 20 éve minden évben résztvevője a Bot Péter könyvtár használati versenynek. Tavaly el is értek egy kiemelkedő eredményt, az országos döntőben megszerezték a 6., illetve a 15. helyezést. Hajner Réka a 6., Englert Georgina a 15. lett. Nagyon szeretek olvasni, és mikor Marika néni mondta, hogy lehet jelentkezni egy ilyen versenyre, arra gondoltam, hogy ezzel sok dolgot tanulhatok, ami hasznomra lehet még a későbbiekben. Hát a tavalyi versennyel azért voltunk gondban, mert a biodiverzitás volt a téma, és az egy elég tág fogalom. És annyira a témából nem tudtunk felkészülni, most pedig Radnóti Miklós életéből és korából pedig pontosabban tudjuk majd, hogy mire számíthatunk. A tanárnővel volt 9. osztályban könyvtárhasználati óránk, és ő figyelt fel rá, hogy nagyon jó érzéken van hozzá, hogy könyvtárban kutakodjak és a lexikonokban keressek, és hát az ő ösztönzésére indultam a versenyen. Mint minden versenynek a célja a tehetséggondozás, tehát itt is igazából az a tehetséges gyerekeket próbáljuk kiemelni a diákok közül, és itt fejleszteni mindenféle kompetenciát. A könyvtárhasználati verseny nevében is benne van, hogy elsősorban a könyvtárat használják, kézikönyvekben kutakodnak, internetes adatbázisokban keresnek, és mindenféle speciális könyvtárosi ismereteket is elvárnak tőlük. A megyei forduló könnyűnek bizonyult, de elég sokat kellett rá készülnünk. Az országos döntő már nehezebb volt, mivel először voltunk ott, nem igazán tudtuk, hogy mire számítsunk, és ezért volt az, hogy csak 15. lettem, és nem jobb. Egy kicsit jobbat vártam magamtól igazság szerint. És akkor ezért is indulsz ismét ezen a versenyen? Igen, szeretnék jobb helyezést elérni, legalább az országos első 10-ben bent lenni. Nagyon-nagyon sok hasznos információval gazdagodok, például az idei téma Radnóti Miklós és kora, ez nagyon sok új információt nyújt a történelem és irodalom terén is. Az idei verseny helyi fordulóját kedd délután tartották a Petőfiben 6 gimnazista részvételével. Könyvhasználati feladattal kezdünk, tehát egy konkrét könyvből kell keresniük, és abból válaszolniuk a kérdésekre. Aztán kézikönyvhasználat lesz, tehát szótárakban, lexikonokban, enciklopédiákban kell nekik keresni. Aztán ilyesmi is lesz, hogy katalógus cédula értelmezése, amikről persze tanultak már könyvtárhasználati órákon. Bibliográfia készítés is lesz benne. A bibliográfia készítés az azt jelenti, hogy irodalmi jegyzéket kell készíteni. Ezt én nagyon hasznosnak tartom, mert ez később, amikor tovább tanulnak, például a szakdolgozat készítésnél ez is nagyon fontos szokott lenni, és igazából ezt itt kellene, hogy megtanulják gimnáziumban. Tehát készítenek egy irodalmi jegyzéket, kikeresik az internetes adatbázisból a könyvek adatait, a megtanult módon leírják ezeket, sorrendbe rakják, és ennyiből áll ez a feladat. Az iskolai fordulót, ezt én 60 percre terveztem, de a megyei versenyen ott 90 percet szoktak kapni, de ott sokkal több feladatot kell megoldaniuk, mint amit most én akarok velük. Milyen könyvtárba járók a petőfés diákok? Hát változó. Vannak teljesen ilyen könyvbújók tulajdonképpen, akik szinte naponta cserélik az olvasmányaikat, vagy beülnek valami kedvencükkel olvasni. Tehát van egy pár ilyen gyerek, és hát a többség a sajnos a kötelezőket leszámítva nem igazán olvas. Ide igazából nagyon sokan jönnek internetezni, tanulni, esetleg sakkozni, beszélgetni, de azért használják, sokat használják a könyvtárat. Könyvtárhasználati ismeretekkel ma Magyarországon a gimnazisták a 9. évfolyamon informatika óra keretében találkoznak, illetve az érettségének is része a könyvtárhasználat. Az informatika tételek közül 2 a könyvtárakkal, a könyvtárhasználattal kapcsolatos, tudtuk meg Varga Mária könyvtárostól. Színházi előadás, kiállítás, megnyitó és kész összejövetel. Többek között ilyen rendezvények várnak ránk az előttünk álló egy hétben. A további programokról következő műsorunkból tájékozódhatnak, a programajánlót láthatják. Tartsanak velünk a következő néhány percben.
Programajánló műsorunkat látják, köszöntöm Önöket. Nézzük, milyen rendezvények várnak ránk a hétvégén és a jövő héten. Február 1-én szombaton újra farsang lesz a Pegazus Színházban. Reggel 9 órától várják a gyerekeket kézműves játszóházakkal, 10 órától pedig a Hókirálynő című zenés bábjátékot tekinthetik meg a kicsik. 11 órakor lesz a maskarások felvonulása, ezt követően farsangi 4 próba, és interaktív játékok várnak mindenkit. Ha kedved van, gyere jelmezben, így hívja a gyerekeket a Pegazus Színház a rendezvényre. Február 1-én szombaton 19 órától a Vajda bérletben, a színházteremben az Azt meséld el Pista című színházi estet adja elő Mácsai Pál. A művet az író saját szavaiból Bereményi Géza és Mácsai Pál állított a színpadra. Február 3-án hétfőn 16 óra 30 perctől a Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár a művészet kedvelő ismerőseit hívja a Magyar Ex Libris 100 éve című kiállítás megnyitójára. A tárlatot Ürmös Péter grafikus művész nyitja meg. A kiállítás március 31-éig lesz látogatható. Február 4-én kedden 12 órától az Orlai bérletben, 14.30-tól a Bocsor bérletben és 19 órától a Tarci bérletben a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont színház termében az Adi Petőfi című kamara előadást láthatjuk. A darabot a Nézőművészeti Kft. És a Manna Kulturális Egyesület mutatja be. A darabot Scherer Péter rendezte. Február 4-én kedden 18 órától a Szent József Kápolnában a JMSK kamarazenekar téli hangversenyét hallgathatják meg a zeneszerelmesei. A zenekar vezetője Nagy Tibor lesz. A hangversenyre a belépés ingyenes. Február 4-én kedden 18 órától újra alfa kurzus lesz az Immanuel közösségi házban. A kurzus teljesen ingyenes, várnak minden kedves érdeklődőt a református gyülekezeti házban. Február 7-én pénteken 18 órától a Szent Anna templom nagy hittantermében dr. Áldozó Tamás polgármester évértékelő előadást tart. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének pápai csoportja soron következő foglalkozásán. A kész programjára várnak minden kedves érdeklődőt. És most jöjjenek a kiállítások. Március 16-áig látogatható a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont színház épületének emeleti előterében a 20 éves a Prokultúra Díszok Levél című kiállítás. A tárlat naponta 8-tól 20 óráig tekinthető meg, illetve rendezvényhez kötődően. A Pápai Kékfestő Múzeumban születés kiállítás nyílt, a Lackó Dezső Múzeum vendégtárlata 2014. február 28-áig tekinthető meg. A zsinagógában az Elfeledett Szomszédaink című kiállítás látogatható. Az elkövetkező időszakban is mindenkit vár a Pápai Petőfi mozi, látogassanak el a Deák Ferenc utcában található filmszínházba. Ez volt a programajánló, köszönöm, hogy nézték műsorunkat, tartsanak velünk majd egy hét múlva is, akkor is várjuk Önöket, viszontlátásra!